A Hotel Corona Kft. 2002 végén alakult. 33 szobánk van, ebből van 3 lakosztály, amik légkondicionáltak, 2 szobásak. Az egyik az egy ilyen elnöki 100 négyzetméteres, hatalmas, nagy, gyönyörű, szép lakosztály. A szobák első emeleten és a földszinten kőburkolattal ellátott szobák. A második emeleten már szalagparkettával tetőtéri szobák vannak. Egyszerűen szolidan berendezett szobák, TV, telefon, minibár van a szobákban, normál zuhanyzó, szolidan felszerelt kis háromcsillagos szálloda. Van egy, mondhatom azt, hogy jól menő éttermünk, nagyon jó a konyhánk. Mivel nekünk mind a kettőnknek, feleségem együtt vendéglátós a szakmánk, én nekem az alapszakmám szakács, feleségemnek alapszakmája a felszolgáló, felsőfokú vendéglátó végzettségünk is megvan, így nagyon figyelünk én a konyhára, feleségem a felszolgálókra, sőt ugyanúgy beállunk dolgozni mind a ketten. Sikerült egy nagyon jó személyzetet összekovácsolnunk, családias hangulatban fogadjuk a vendégeket, a recepciósok szinte névről ismerik a vendégeket, mindenki mindenkivel beszélget, kérdezgetjük a vendégeket, hogy vannak, van-e problémájuk. Tehát megpróbáljuk azt a vendégek tudtára adni, hogy mi vagyunk értők, nem ők vannak értünk, és szerencsére, mint ahogy ezt az 5 év, amióta ezt a szállodát vezetjük, bizonyítja, emelkedett a éves kihasználtságunk, visszajáró vendégeink vannak, akik ugyanúgy névről szólítják a dolgozókat, a szobaasszonytól kezdve a recepcióson, a szakácson át. Van egy kis wellnessünk, egy szolárium, van egy infraszaunánk, egy gőzkabinunk, van egy kültéri jacuzzink és egy kültéri kis medencénk, ami nyárműzemel. A jacuzzi az természetesen télen is, mert az hűtött. Ezen kívül belső parkolónk van, van egy pici internet sarkunk. A szolárium kivételével mindent ingyen használhatnak a vendégeink. Van egy reggelizőtermünk, ahol kisebb rendezvényeket, vagy pedig kisebb oktatásokat tudunk tartani. Egy olyan éttermünk van, ami 2 eladótérből áll, és egy bárpult részből. Van egy kis drinkbárunk, ami 24 órában üzemel, tehát a vendégek bármikor, ha megszomjaznak, akkor kávézni, sörözni, üdítőzni tudnak. Nagyon nehezen indult ez el, mert annak idején semmiféle reklámja a szállodának nem volt. Elindultunk egy teljesen vegyes reklám marketing úton. Az egyik legfontosabb a Magyar Televíziónak a képújságján, rajta vagyunk szinte állandóan. A 466. oldalt kibéreltük, az a miénk. Nagyon sok vendég jön ezen keresztül. Van saját honlapunk, van romániai honlapunk, sok vendég jön azon keresztül. Van Lengyelországban, megjelenésünk Szlovákiában és Csehországban van. Ezek az országok azok, akik eltarthatják Szabolcszlót az elkövetkezendő években. Megpróbáljuk a lehetőségeinkhez mérten megteremteni a kikapcsolódási lehetőségeket. Nyáron a kismedencénkkel, van úgy, hogy ki sem mennek napokig a fürdőbe. Jelen pillanatban a talpon maradás a cél. Jön egy olyan fellendülés, ami a szálloda forgalmában is mutatkozik. Talán a tulajdonosokkal sikerül egy olyan kompromisszumot kötni, hogy a szállodában olyan fejlesztéseket vigyünk véghez, hogy még jobban ide csalogassuk a vendégeket.